Sokan még a szabadban élvezik a nyár első napjait, az előrejelzések szerint azonban idén is hőségre kell számítani. A napjainkban tapasztalható hőmérséklet ingadozások és szélsőséges időjárás változások miatt egyre több a front, ezért a háziorvos az erre érzékenyek figyelmét hívja fel elsősorban. Ha mondják, hogy front következik, akkor a magas vérnyomásos betegek, a vérnyomás csökkentők esetleges szükség eseti gyógyszereiket készítsék ki, hogyha esetleg felugrana a vérnyomásuk, a fejfájósok mindenképpen készüljenek fejfájást a csillapítóval ilyen esetekre. A melegben megnövekszik a szervezet folyadékigénye, ezért kiemelten fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű ital fogyasztása. Leginkább az idősek veszélyeztetettek, hiszen ők hajlamosabbak a kiszáradásra. Azonban a fiatalabbaknak is érdemes odafigyelni a megfelelő folyadékpótlásra, ami kánikula idején 3,5-4 liter alkoholmentes folyadékot jelent. A napszúrást legkönnyebben úgy kerülhetjük el, ha nem tartózkodunk a szabadban 11 és 15 óra között. Ha ez elkerülhetetlen, akkor mindenképp viseljünk kalapot és jól szellőző, hosszú ujjú ruhákat, valamint használjunk magas faktorú fényvédőkrémet. Érdemes odafigyelni arra, hogy ne lőjünk túl a klímával, ha is szabad így fogalmaznom, 5 fok a különbség, ami még ideális. A kocsiban a klímát takarítassuk, megülhetnek benne baktériumok, ilyenkor látunk nagyon sok ilyen felső légúti fertőzést, köhögést, azért lázas állapotokat is ennek betudva, vagy ennek köszönhetően ízületi fájdalmakat az nem megfelelő klímahasználat miatt. Természetesen ezeket nem csak a felnőttek és az idősek esetében, hanem a gyermekeknél is érdemes betartani. Ugyanúgy fontos mind a bőr védelme, mind pedig a folyadék visszapótlása legkisebbek esetében is. A gyerekeknél nyáron megnövekednek a kisebb balesetek száma is, a strandszezon kezdetével pedig érdemes odafigyelnünk, hogy milyen helyeket választunk a fürdés helyszínéül. Nagyon gondosan és nagyon körültekintőek legyünk arra, hogy hol fürdünk, milyen módon, az, hogy tényleg ennyi ideig, azt, hogy esetlegesen tényleg ott a kicsi, de nagyobb gyerekeknél is mindig azért megfelelő szülői felügyelet legyen, és tényleg csak megfelelő, tehát bizonyos vízminőség és bizonyos vízkarakterek mellett csak főleg ugye szabad víz terén is, de nyilvánvalóan úszodai tekintetben is nem mindegy, hogy milyen úszás tudással bír a gyermek, tehát ezt megfelelően és korrekt módon próbáljuk azért fölmérni. Kiszáradás esetén fontos az azonnali folyadékpótlás megkezdése. 2%-os folyadékvesztés esetén a többi között csökken a fizikai és a szellemi teljesítőképesség. Fejfájás, fáradtság és szomjúság lép fel.